Sziasztok! Sziasztok, most bemutatom nektek a Minecraftot. Hát ez a bizonyos építős, fejlesztős játék. Igen. Hát ezt mindenképp az alapelemeket megmutatom a kezdőknek. És kezdem is az E betű megnyomásával. Itt beülhettek a ahol kivettek mindenféle anyagot, tehát mindent. Itt tehát a nehézséget kiválasztani, most nekem békésen van, éjszaka, nappal, elsőt kibe kapcsolni, és hát itt most én kreatív módban vagyok, de itt lehet túlélőt is, ezt megnyomom, például jó, oké, és benyomom, rákattintok, és akkor ki is jön a szemetes. Oké, szerintem ez is elég is volt. Hát most... most repülni lehet, ha duplán megnyomjátok a space gombot. Ezt kizárólag kreatív módban lehet. Hát tudni lehet, hogy csak a kreatív módban van ilyen menü. Tehát ha túlélőben vagy, akkor semmiképpen nem lesz ilyen. Úgy kell kiválasztanom, tehát mindent úgy magamnak kell megkeresni, szóval így az önállóságról szól. És akkor hát túlélőbe csak ezt látjátok, tehát a skineteknek a kezelését és a skineteket. Hát nekem most ilyen ninja féle van. Elméletileg. Legalábbis azt akartam. Jó, akkor most kezdjük is. Egy házat fogok építeni így kezdésként erre a telepre. Hát... Hogyha... Na, tehát hogyha ide kattintotok vagy oda, akkor kilép. Tehát ez így működik. Bocsi csak, az előbb volt, hogy mindegy. Jó, akkor most innen ki is lépve, egészségedet is ki. Bocsi, mindegy. Hát erre a telepre fogom építgetni. Ezen az iránytűn keresés, látjátok, akármit beírtok, például tégla, akkor így hozzá nektek mindentek, mit tudom én, fa, tehát behozza fakard, faás, tehát minden, ami fából van. Jó, hát zúzott kő, fa, le. Jó, de... Ja. Most így. Így van. Hát, mit is mondjak nektek, akkor elkezdem építeni a házamat. Méghozzá téglából, kőtéglából. Nem tudom, hogy feltűnően szeretem ezt az anyagot. Nem tudom. Most így. Amúgy eddig nem szerettem, tehát a házak széleit ezt felesleges berakni. Mert az úgysem látjátok. Tehát oda, az csak adjuk az adalást. Jó, igazi, nem, de azért túlélőben sokat számít, hogy belőle négy sarkon a háznak természetesen, vagyis hát általában. És, de most nappal csináltam, és
Hát azt úgy se látjátok, tehát ez nem fontos, hogy ott legyen. Tehát túlélőben ez nagyon sokat jelent. Jó, meg is van az alap. Ugye? Vagy hogy minek mondjam. Ez lesz az ajtóhely, amit most itt kiváltam nektek. Egy kisebb vágás után visszajövünk. Na, sziasztok, itt is vagyok! Hát én már megépítettem gyorsan ezt a kis frankóházat, mert hát mondom az untatnak titeket. Hát, volt ennél már jobb is, de most így ennek úgy példa háznak tökéletes. Hát, rendezzük be! Tehát, rakunk bele ágyat. Először is ágyagyágy, megvan. Magamra beszélt itt. Igen, kemence. Ott van. Oké. Okay. És akkor láda. Igen. Jó. Vagy várj, na, még egy balkácsot rosszabb beletek volna. Jó. Hát annyi elő. Egyelőre szuper, ezt berakom a házikomba. Ba-ba-ba, aha, igen is van. Egy blokkal arra, bocsa. Jó, az. Nem inkább ide. Úgy szeretem, amikor elbeszélgetek magamban. Tehát, hogy mindegy is tűnik vissza a játékkel. Békésen vagyok. Békésen vagyok. Aha, békésen vagyok, oké. Na, itt is vagyok. A ládát letesszük, hát ide. Oké? Lehet egy kettőt leraksz, és akkor egy nagy láda. Igen, ez egy kicsi láda. Kicsiben ennyi hely van. A nagyba pedig ennyi hely. Tehát igen. Bocsi. Jó. Na, itt. Nyitva van. Le is tukom. Igen. Hát, igazából én ennél több mindent nem olyan szoktam beletenni, de mindenkinek a maga. Igazából ezek nagyjából az ilyen alapvető, tehát ágyából is szokott lenni, mert a cuccaidat hát szerintem legyen. Na, amúgy bocsi, egy kicsit kapar a torkom, amíg voltunk betegek, hogy most visszajön. Szóval, igen. Hát innen most akkor ki is megyek. Igen. Jó. És... most így igazából nem tudom, mit kellene mondanom. Hát következő videóm is lesz. Hát remélem ez azért nagyjából segített valamiben. Sikert Minecraft-hoz, jó Minecraft-ozást! Sziasztok!